A váltófutás pénteken késő este érte el baját, a hétvégi pihenőt követően hétfőn reggel indult tovább a csapat Szekszárd felé. A rajt előtt Vedelek Norbert alpolgármester tűzte fel a váltóbotra a bajai szalagot, majd az egyik honvéd helyi kísérettel nekivágott a mai etap teljesítésének. A váltófutás április 13-án a fővárosból indult, és a tervek szerint május 20-án oda is érkezik majd vissza. Ez alatt pontosan 2016 kilométert tesznek meg a katonák, valamennyi megyét érintve az útjuk során. A kezdeményezés több célt is szolgál. A Toborzó Országfutás 2016 rendezvénynek alapvetően három célja van. A társadalom és a honvédelem ügyének egymáshoz való közelítése, a 2016-os évre való tekintettel, ami az olimpiai éve, ezért a Magyar Olimpiai Csapatra szeretnénk fölhívni a figyelmet, a sportolásra, az egészséges életmódra, illetve katonahősökre emlékezünk, ezért az országban több mint 30 helyen koszorúzásokat is hajtunk végre. Megyénkben 4 napon át futott a váltó, ez idő alatt 231 kilométert teljesítettek a katonák. Egy nap alatt mintegy 60-70 kilométert futnak, attól függően, hogy mely városokat kell érinteni a nap során. Szinte mindenhol csatlakoznak a katonákhoz más futók is, de legalább egy honvéd mindig rója a kilométereket. Reggel 6 órakor indulunk, és este 8-9-ig szokott a nap folytatódni. Általában egy ember az önként vállalt távot szokta teljesíteni, ez 2-3 kilométertől 10-15-17 kilométerig terjed. A városból kiérve megtörtént a mai első váltás is, majd ezt követően a stafétabot az egyik katona kezében elindult Szekszárd felé. A honvédek május 20-áig még sok magyar települést érintenek útjuk során, ezzel is népszerűsítve és reklámozva a magyar katonai hivatást.